3-as Győrfi Zoltán, 5-ös Stoll Norbert, 6-os Simányi Péter, 11-es Lendvai Péter, 15-ös Akkal Máté, 25-ös Kökény Tibor, 29-es Tóth József, 32-es Fiar Dániel, 66-os Halász Máté, 88-as Horváth Csaba, 99-es Vitális Norbert, 51-es Ibregi Ferenc, 9-es Takó Dániel, a csapat edzője, Nagy Károly. Bemutatom a hazai csapat, az 3-as szám, az Zender Valenci, 7-essel, Vadkerti Tóth Attila, 10-es Márkus Dániel, 13-as Zender Dániel, 14-es Kedves Kubó, 15-es Fülöp János, 17-es Huszti Ambrus, 18-as csapat kapitánya, Dr. Erős Péter, 19-es Bábos Gergő, 20-as Kimesi Márti, 23-as Bajnóci Márti, 26-as Ignász Krisztián, 33-as Sinka Dávid, 81-es Bonyári Tibor, 16-os Komendán Endre, és 97-es Lázsó és Norbert, csapat edzője Hamar Zoltán. Tisztelettel köszönöm a játékvezetőket, Bonti Zsolt és Zörvő Robert sportársakat, a két versenybíró Vida Zsolt és Ennyi Gábor Ura. Mindenkinek jó szurkolást kívánok, hajrá Levelé, hajrá Ajka! Bravo!
Kiváltott jel! Thank you.
Thank you.
tegnap este férfi megyei kézilabda mérkőzésen a Lebedén KK2-es csapata a Somlós Pápa ellen 40-25 arányi győzelmet aratott. Ignász Krisztián fiai győztek holnap délelőtt! Holnap délelőtt 11 órakor női bajnoki mérkőzésen a KK2-a vendége az ősi csapata. Csütörtökön 19 órakor megyei férfi bajnoki mérkőzés, a KK2-a vendég az alsős csapata, mindenkit szeretettel várunk.
azért nem vagy Péter. Yeah.
Thank you.
akkor Vakkert Tóth Attila, vendégcsapatból Tóth Norbert. Thank you.
Köszönöm szépen!
délelőtt 11 órakor női mérkőzésen, Lebeli Kájka vendége, az ősi csapata csütörtökön 19 órakor, negyedik férfi bajnoki mérkőzésen a Kájka 2-es csapata az Alsós gárdáját fogadja. Yeah.